Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Eleven Televízió közéleti és kulturális magazinját, a Bükkajai Mozaik január 19-i adását látják. Minden év elején, így most is beszámolunk arról, milyen demográfiai változások történtek Bükk-Ábrányban, Mezőnyáradon és Mezőkeresztesen. Sorra vesszük, hány gyermek született, és hogy összesen hányan hunytak el az elmúlt évben. Ismét eltelt egy év, és televíziónk ez alkalommal is megkereste adáskörzetünk három települését, hogy tájékozódjunk, illetve tájékoztassunk arról, melyik településen mekkora a lélekszám, valamint hány születés, házasságkötés és haláleset történt. Fontos megjegyezni, hogy a születések és halálozások száma mellett figyelembe kell lenni mind a bevándorlásra, mind pedig az elvándorlásra, ami tovább árnyalhatja a most következő adatokat, akár pozitív, akár pedig negatív irányba, még ha jelentős számbeli eltérést nem is okoz. Bükk-Ábrány lakosai a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 2021. január 1-én összesen 1623-an voltak. Ebből a létszámból 769 férfi, 854 pedig nő. Összesen 17 gyermek születésének örülhettek az ábrányiak, 12 házasságkötés volt a településen, és sajnos 22 elhunytat kísértek utolsó útjára. Mezőnyárád 2021. januári lélekszáma 1643 fő volt, 791 férfi lakossal és 852 női lakossal. A született gyermekek 9-en gyarapították a lakosok számát, amíg összesen szintén 9 pár mondta ki a boldogító igent az anyakönyvvezető előtt. Az elhunytak száma sajnos itt is meghaladta a születésekét, összesen 24 embertől vettek végső búcsút szeretteik. Mezőkeresztesen is létszámcsökkenés mutatkozik, bár az előző évekhez képest ez valamivel kisebb népességfogyást jelent. 2021 folyamán összesen 49 újszülöttel gyarapodott a város, és 24 házasság köttetett. Külön jó hír, hogy az újszülöttek között volt 4 kettes sikerpár, és egy hármas siker születésének is örvendhettek a hozzátartozók. Sajnos itt is elég magas az elhunytak száma, összesen 100 keresztesi lakostól kellett búcsúzni. A lakosság számát illetően mindhárom településen még egy fontos tényt kell közölni, nevezetesen, hogy az évvégi, vagyis a decemberi hivatalos adatokat, a lakosság számot illetően majd a Központi Statisztikai Hivatal fogja kiadni, erre viszont még heteket, sőt talán hónapokat is várnia kell az önkormányzatoknak. Közmeghallgatást rendeztek Mezőkeresztesen. Elsőként a polgármester számolt be az elmúlt év legfontosabb történéseiről, illetve a 2022-es tervekről, majd a lakosok tehették fel a kérdéseiket. Megtartotta éves közmeghallgatását a mezőkeresztesi városvezetés, az IKST nagy termébe várták az érdeklődő lakosokat. Elsőként Majoros János polgármester tartott beszámolót a 2021-es év legfontosabb eseményeiről, nehézségeiről, statisztikai adatairól. Úgyhogy ahogy csökken a település lakosság száma, ugye a finanszírozás és a normatív támogatás összeg is értelemszerűen arányosan és ennek megfelelően kevesebb és csökkenő. Mindezen mondhatnám úgy, hogy a gazdálkodásunkat a korábbi évekhez képest elég jelentősen befolyásoló tényezők ellenére azt mondhatnám, hogy valahogy és viszonylag talán pozitívan így az év végén, mert mondhatnám, hogy túl vagyunk rajta, és mondhatnám, hogy akár örömmel és pozitív szemlélettel vagyunk túl ezen az évet. Az egyik az, amit itt elmondanék, hogy a iparizési adó annak ellenére, hogy így a vállalkozások élhettek ezzel a iparizési adó csökkenéssel, úgy néz ki, hogy volt olyan kisvállalkozás, aki annak ellenére, hogy 1%-ot fizethetett volna, befizette a 2%-ot, illetve a államtól kaptunk kompenzációt. 23 millió forint volt a iparizési adó vonatkozásában 2021 évben. A befolyt összeg a iparizési adóból, ott például lehet, hogy lesz nem fel, de fejlődő is nagyjából jól tudom, most engedjék meg, hogy beveszem a szemüveget, mert a szemüveg nélkül meg jobban tudok olvasni. Ezt lehet, hogy a korral jár szokták mondani. És tehát a iparizési adó vonatkozásában, de akkor valószínűleg fejből fogom mondani, hogy
55 millió forint volt az, ami befizetésre került, illetve, hát azért mondom, hogy jóval memóriám, én szoktam ezzel dicsekedni, 1 millió forintot elnézést, tehát évetem az 55 helyett, hogy hogy veszük 56 millió forint. És ez a befizetési összeg, ez azért a korábbi években ez 81 néhány millió forint volt. Most a kompenzációval együtt ugyanúgy elérjük a 80 milliós nagyságrendet, tehát a lényeg az, hogy iparüzési adó tekintetében a kiegészítő támogatással, kompenzációval együtt úgy nagyságrendileg azon a szinten vagyunk, mint amit terveztünk, és amit talán el tudunk volna érni, akkor is, ha a 2%-os mértéket fizet ide mindenki. Ennyi a nehézségek felvázolása után, szerintem, tehát erről több szót úgy nem is kell sejteni. Mindezek ellenére a gazdálkodásunk, mondhatnám azt, hogy viszonylag problémamentes volt, és problémamentesnek mondhatjuk. 2020-ban volt még Magyar Falu programban orvosi eszközbeszerzés, szintén 2 millió forint. Homlokrakadó, ez is a Magyar Falu programban, ez a úgynevezett a meglévő gépjárművek vagy eszközállomány segítése a települési feladatok ellátásába, és mivel a közmunkaprogramban korábbi években, 2018-ban tudtunk traktort vásárolni, illetve 2019-ben meg még egy újabb traktort közmunkaprogramban, közmunkaprogram támogatásból, így ezt a munkagépet pedig a Magyar Falu programból vettük kiegészítőként hozzá. 2020-ban még megvalósult pályázat, a LIDER pályázat, a tájház kerítésépítés, illetve kerti kiülők, kiállító vitrinek és egy a épületen belül is parhelt megvásárlása. A 2020 év végén azt nagyon örömre nem az önkormányzat, hanem egy civil szervezetés nézett, a polgárőrség is nyert Magyar Falu programban polgárőr autót. Ott a önkormányzat, amit segített, az nem sok minden volt, az adminisztratív eljárásokban való segítkezés. Leginkább mondhatnám, hogy a kolléganő, a Szezenek Anett az, aki a polgárőrségben ennek, vagy a polgárőrségnek ebben segítő kezet nyújtott. Meg hát a pénzügy is, mert azt hiszem, hogy elég jó sokat problémáztunk azon, hogy olyan kaszkót vagy kötelező biztosítást adni, ami nem az egekben van az összege. A 2021-ben megvalósult pályázatok, a óvoda bölcsőde megépítése, illetve felújítása, ami a bölcsőde esetében úgy megépítés, hogy meglévő épületből történő átalakítás és bővítés. A óvoda esetén pedig a József Attila úti óvodánál ott felújítás és bővítés. A óvoda épülete bővült egy tornaszobával, és a tornaszoba felett még egy raktár helységgel, illetve a belső átalakítások során a dolgozók számára a dolgozóknak egy ilyen pihenő szobával, ami most már jogszabályi előírás, és így a bővítés segítségével, csoportszobák átalakításával arra is mód és lehetőség nyílt. A József vagy a püspökén, a Szent Istváni úton a óvoda épülete pedig úgy bővült, hogy a szolgálati lakást azt már a óvoda épületéhez kapcsoltuk, és így belső átalakítással a szolgálati lakásból, a szolgálati lakás átalakításával még egy öltöző helységet kialakítottunk, és fürdő helységet a gyerekek számára, ugyanis ebben az óvodában volt két csoportszoba, de csak egyetlen egy öltöző és egyetlen egy vizes blokk volt a gyerekek számára. Az pedig megint jogszabályi előírás, hogyha már egy új fejlesztés, beruházás van, akkor minden csoportszobához külön kell lenni öltözőnek és vizes blokknak, és ezt a püspökén ennek a pályázatnak a segítségével így biztosítani tudtuk. A
vagy a OVI-hoz kapcsolódó még egy olyan 2021-es pályázati megvalósulás, amit lehet nem tudja a lakosság többsége, de az óvoda benyújtott egy tavós pályázatot a Nemzeti OVI Sportprogramra, és a Nemzeti OVI Sportprogram keretében a József Attila úti óvodában van egy OVI sportpálya. Ehhez az önkormányzat nyújtott segítséget, mert hogy a tavós támogatás az nem 100% mértékű, hanem csak 70% mértékű, a 30%-ot, ami 4,5 millió forintot jelentett, azt az önkormányzat biztosította az óvoda számára, mint pályázó számára. Így már egy ilyen, mondhatnám úgy, hogy új lehetőséget tudunk a gyermekeink számára biztosítani, ami a egészséges mozgás, illetve azt hiszem a óvónőken terált mozgás terápia, mert hogy nem csak a pályát tudtuk ebből a pályázatból, tavós pályázatból, hanem eszközök beszerzése is valósult meg. Labdák, a finom motorikát, hogy használják valami szakmai kifejezést az óvónők szájából, segítő eszközök beszerzését is tudtuk ebből a pályázatból, vagy tudták. Másik, ami 2021-ben megvalósult, az a volt idősek otthona, a Dózsa György út 101, ez a református templommal szemben lévő épület, az a most már a Férfi Kórus Egyesület számára van úgymond átadva. Ennek az épületnek a energetikai korszerűsítését tudtuk megvalósítani, ami igazából pályázatot megpróbáltuk úgy összeállítani és úgy kúfárkodni, hogy az épület, ha nem történt volna beavatkozás, akkor mondhatnám volna, hogy kérész vagy kárász, vagy milyen életű, az lett volna kérész életű, vagy tiszta világ életű. Mert már valószínű, hogy 5-10 év és ez az épület oda lett volna. Így meg tudtuk menteni az épületet, tehát az energetikai korszerűsítés keretében az állagát fenntartani és megóvni. Külső szigetelés is, tehát azon kívül az állag megerősítés történt, külső szigetelés, nyilvánzáró csere, mozgáskorlátozotti belső vizes blokk kialakítás, mint kötelező eleme ilyen típusú pályázatoknál. A polgármesteri beszámoló után számos lakossági kérdés is elhangzott. Ezeken belül volt felvetés az autóbusz menetrenddel kapcsolatosan, de előkerült az egyes útszakaszok és járdák, vízzel vezető árkok állapota is. Nekem lenne, hogy az ősz folyamán történt Csincse és Mezőkeresztes határában fúrás. Milyen fúrás történt? Mit találtok ott? És ebből mikor lesz esetleg kézzelfogható dolog, kitermelés vagy Ezen ilyenkor úgy szoktuk, hogy azért várom, hogy van-e több kérdés. Az első után szokott indulni a többi, és akkor majd akkor csomagba öltve adok választ. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor adok, akkor felállok. Csincse végén, vagyis hát úgy mondom, Csincse felé eső területeken, ami még mindig Mezőkeresztes közigazgatási területe, bányászati tevékenység zajlott, ez pedig szénhidrogén bányászat, a szénhidrogénen belül is az olaj, hogy nevén nevezzük, akkor olajfúrás. Erre a tevékenységre egy külföldi cég szerezte meg a koncesziós jogot, ez úgy nem megy, hogy csak valaki oda megy és ott valamit elkezd csinálni, tehát ezt egy másfél-két éves előzménye volt ennek a történetnek. Az én irodám ajtaján először egy nagyságrendben másfél évvel ezelőtt, a tavalyi év nyarán kopogtattak be, és akkor a tavalyi év nyarán mondták azt, hogy hát lesz vélhetően vállalhatóan újból próbafúrás, olajfúrás, illetve hát először próbafúrás Mezőkeresztesen. Ami ott történt, az próbafúrás volt. Egy beruházó próbafúrást végzett Mezőkeresztes közigazgatási területén, Csincse felé.
eső irányba. Most gondolkozok, hogy mi az, amit publikusan mondhatok, de a próbafúrás az, az két, tehát két, szerintem biztos, hogy kimondható, mert talán látható is lehetett, tehát két próbafúrás történt. A két próbafúrás azt elkezdték, azt hiszem, szeptember folyamán, és az első fúrásnál a végponti mérésekbe való érkezés az október közepén végén volt, hogy elérik a általuk megjelölt végponti mérésséget. A második fúrással pedig novemberben. Mind a két esetben elérték, és akkor talán kimondhatom, tehát olajat találtak, tehát olajban alattunk. Megtalálták, van olaj, minden egyéb mendemondával ellentétben. A cégnek, illetve van egy magyarországi cég, aki koordinátora ennek az egész tevékenységnek. A magyarországi cég ügyvezető igazgatója, az a képviselőtestület előtt beszámolót tartott volna, novemberben vagy december hónapban. Ezt annyit kért a cég vezetője, hogy tegyük már át februárba. Februárban ígéretünk, hogy tájékoztatást fogunk kapni. Addig annyit kérek a lakosságtól, hogy akár üzleti érdekekre hivatkozva, vagy fogadják el, tehát hogy van fúrás, és lehet, hogy lesz további is, az pedig majd a februárt követően nyilatkozunk, vagy nyilatkozhatunk. Tehát az olajban tehát találtak olajat, és vélhetően fel fogják hozni az olajat, ennyit mondok csak. Az Arany János utca, hogy megyünk a melyik, tehát a temető felé tovább. Tehát itt van az a négyes elágazása Arany Jánosnál, most nem tudom hirtelen kiklapnak ott, Suha Jánosék. És akkor, hogy megyünk tovább, ott egyszerűen nem lehet menni a járdán. Ott nagyon rossz a járda egész a Kolozsvárnál. A Damian is, ott is nagyon rossz a járda. Az út is, de a járda, ott nincs is járda. Tavaly sajnos rá voltam szorulva, vagy gyalog kellett, vagy mopeddel menni, de hát ott az úttesten kellett menni, mert járda abszolút nincs. Az, mit tudom én, gyerekkoromban csináltak ilyen bitumenes járdát, de ott már néhol nem is látni. Tehát ott nagyon rossz a járda a Damian utcán. A Sallainak nincs is járda, például egyik oldalon sor nem látok járdát, meg az Arany János ezt a részt. Tehát mondjuk ennyit jegyeztem meg, ahogy közlekedek kerékpárral. Tehát nagyon rossz, mert most is egy temetésről, ahogy jöttem haza, és akkor hát én kerékpárral voltam, az illető gyalog, menjünk a járdán. Hát mentünk egy ideig a járdán, de egyszerűen utána már valahol valaki előtt ki kellett jönni, mert nem lehet a járdán, annyira rossz az a járda. Tehát be kell jönni, például ide a templomi buszmegállóba is, és képtelen bejönni, mert nem tud úgy közlekedni. Tehát ott a legszegényebb embernek is autót kell fogadni, hogy bemenjen mondjuk Mezőkövesdre egy STK-be, egy vizsgálatra, mert elmegyen azt hiszem 7 óra után egy utolsó busz, vagy 7:30 körül, és utána oda, onnan tovább nincs buszközlekedés. Hogy esetleg most következik az év eleje, nem tudom, hogy ezt a jelzést hová kell adni, hogy megyei szintre, vagy országos szintre, mert nem igen tudják, hogy Mezőkeresztesen van második kerület is, és hogy valamilyen jelzést adni feléjük, hogy oda azok a buszok, amik be tudnak esetleg menni, és közlekednek Mezőkövest felé, vagy egyedül egy Miskolc felé egy közlekedik, az bejön, de a többi buszok egyáltalán nem közlekednek. Talán a délutáni órában már megyen befelé busz, de az elmenés, tehát az elmenetel Mezőkeresztestől kijutni, akinek nincs kocsija, vagy nem tud vezetni, tehát idős ember, az képtelen a, mondjuk például a Szegfurcról nem probléma, mert nincs távolsága a templomhoz bejönni, de aki kint lakik tényleg a Virág utcán, vagy a Szent Istváni utca végén, onnan, hogy ő bejöjjön a református templomi buszmegállóba, az már ahhoz egészséges embernek kell lenni.
A polgármester számos kérdésre adott választ, aki teljes egészében meg szeretné nézni a közmeghallgatáson készült anyagot, az megtalálja a Vágatlan felvételt YouTube csatornánkon is. Mezőkeresztesen a József Attila úti óvodában ünnepi műsort mutattak be a gyerekek. Az óvónénik is készültek az óvisoknak egy kis meglepetéssel, és persze a mézes kalácsot is megkóstolhatták a kicsik. Igazi karácsonyi hangulat köszöntötte a mezőkeresztesi óvoda pedagógusai, gyerkőceit és a meghívott vendégeket december 17-én. Ekkor került sor ugyanis az intézmény ünnepi műsorára, amelyet idén a Cinege csoportosok adtak elő. Az ünnepi alkalmon részt vett az önkormányzat részéről Majoros János polgármester és dr. Szombati Csaba jegyző is. A jelenlevőket Jacsó Attiláné, az intézmény helyettes vezetője köszöntötte, majd a gyerekek kedveskedtek mindenkinek igazi karácsonyi hangulatot teremtő előadásukkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, itt a Cinege csoportban, az óvodán karácsonyi ünnepségén. Külön szeretettel köszöntöm köreinkben megjelent vendégeket, Majoros János polgármester urat és dr. Szombati Csaba jegyző urat. Nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, és a mai napon együtt ünnepelnek velünk. Az óvodán dolgozóit, akik varázslatos karácsonyi hangulatot varázsoltak ide az óvodán falai közé. Minden csoportban gyönyörű kandallóban ég, lobog a láng, nagyon szép karácsonyi díszek, díszítik a falakat, fényfüzérek teszik a mindennapokat hangulatosabbá. A konyha és a folyosókon egyfolytában mézes kalács illat lengedezett, minden csoportban készültek, sültek finom mézes kalácsok, és az ablakunk is, kint az óvoda bejáratánál ünnepi díszben öltözött, mint ahogy ti is a mai napra. Itt a Cinege csoportban díszben öltözött ez a gyönyörű kis fenyőfa. Eljött az erdőről, hogy igazi karácsonyfa lehessen. Angyalkák szálltak rá, hógömbök lették el, hogy varázslatos karácsonyfa legyen itt nektek is. Ebben a Cinege csoportban nem csak a karácsonyfa készülődött, hanem a dolgozók és az ilyen cinegés gyerekek verseket tanultak, dalokkal készültek, ők így várják a karácsonyt. Fogadjátok nagy nagy szeretettel és figyelemmel az ő kis aranyos műsorukat. Kis helyes kártyúk.
kis Jézus ma született. Thank you.
köszönjük, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és sok kis csoportos, középsős és nagy, előadtátok vidáman, hogy nekünk is kedvünk lett volna táncra perdülni. Nagyon köszönjük ezt a műsort, aranyosak vagytok. A műsor után természetesen az elmaradhatatlan mézes kalács mellett előkerültek a fa alatt rejtőző ajándékok is, majd pedig az óvónéni külön meglepetéssel is szolgáltak mindenkinek. Legvégül egy kedves kis csomaggal lettek gazdagabbak a vendégek, amelyben saját sütésű mézes kalács lapult. Nem csak ez a karácsonyfa, hanem még itt alatta valami más meglepetés is várja az ügyes óvodásokat. Mert varázslat történt itt az éjszaka az óvodában. Csomagok érkeztek. Meg is nézzük, hogy kinek. Ebben a csomagon egy süni van. Vajon, jaj, a bárányfa. Bocsánat. Vajon kinek érkezett ez a csomag? A süni seki. A süni seki. Biztosak vagytok benne? Igen! Azt jelenti, hogy akkor a sünis csoportosok kapják? Igen! Akkor egy óvónénit várjuk! Mi rejtünk? Itt lehetnek ebben a csomagok? Csomagok? És milyen csomagok? Mik lehetnek? Itt a kalács? Hát, nagyon kíváncsi vagyok. Majd ezt megnézhetitek, hogy itt visszamentek a csoportba. Jó, nehéz. Nagyon örülök. Ez a nagy csomag. Majd Yeah.
szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Kárpárból rég a féle, külön királyok személye. Adja Isten megváltó, jöttünk meg országot, nem trónászunk minden fogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hat marékkal, tömjék egész vas fazékkal. Én vagyok a Gólbizár, aki szeretsen király. Köszönjük, hogy bennünket választottak. A Bükkajai Mozaik következő részében újabb érdekes témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!